Szaturnusz együttest hallottuk Dés László közreműködésével. Zongoránál Szakcsillakatos Béla. Dés László szakszofonozott. Dobnál Kőszegi Imre. Babos Gyula volt a gitáros. Basszusgitáron Dandó Pétert hallottál. Mai beszélgetésünk tárgya a jazz. Ki szereti a jazzzenét? Egész sokan vagytok. Van-e olyan, aki nem szereti? És meg tudnátok indokolni, hogy miért? Mondd el. Én nem találom meg benne a ritmus. Pont a ritmus nem találod meg, és te? Hát én azért nem szeretem, mert nem az összhangzatlan szabályaira épül, tehát nem tartja meg azokat a szabályokat, amit a... Tehát nincs benne ritmus, nincs benne harmónia, és van, hogy állunk a dallammal? Van-e annak is ellenzőjeit köztetek? Aki szerint... Összevisszaság. Tessék? Összevisszaság. Az összevisszaság az egész. Szerinted? Szerintem nincs meghatározott hangneme. Tehát a rádióban hallgasz jazzt, az egész biztos nem hallgatod tovább, mert az egész csak idegesít. Lássuk csak, mi a véleményetek nektek, akik szeretitek. Miért szeretitek a jazzt? Igen? Én szeretem, mert nagyon szeretem az improvizálást. Ez szerintem egy nagyon klassz dolog, hogyha így lehet játszani. És ti? Én a hangszerelését szeretem. Én milyen hangszereket szeretsz? A gitárt, a dobot. Most már ott tartunk, hogy miről ismerik föl a jazzt. Tehát például, aki nem szereti, miről ismeri föl? Honnan tudod, hogy ez az a zene, amit nem szeretsz? Igen? Rögtön meg lehet rajta látni, hogy abban a pillanatban írták, és hogy nem előre megírták, előre megfontolt szándékkal a harmóniákat összesítették, hanem abban a pillanatban születik, rögtön megismerem. Reméljük azért még egy-két dolgot ennek ellenére el tudunk mondani a jazzről a mai műsorban, de egy dologban már most is megegyeztünk, hogy ez egy improvizált muzsika, ott találják ki, és miután a puding próbálja az evés, azt javaslom, hogy próbáljunk meg mi is egy kicsit improvizálni. Szakcsi Lakatos Béla segítségünkre lesz, kérem menj oda a zongorához, és játssz el két harmóniát nekünk, amikre majd a gyerekek kitalálnak valami dalomot. Nagyon jó lesz, akkor a hegedűsök már is vegyék kézbe a hangszereket, zongoristák azonnal menjenek oda a zongorához, és halljuk a zenét. Thank you.
gitáristánk van, ő is. Egyelőre ennyi ízelítőnek és kezdetnek elég lesz, és azt hiszem elsőre nem is sikerült olyan rosszul, nem tudom, mi a véleményed erről. Nekem is az a véleményem, hogy főleg a klarnétosok. Hallatszik a játékokon, ők már próbáltak ilyesmit, ha igaz, ugye? Klarnétosok nagyon jó volt, a zongoristák is. Hát hegedűsöknek a legnehezebb dolgok. Hegedűsöknek egy kicsit távol, de az is jó volt első. Na, talán, amit a többi gyerek is próbált, így úgy látom, hogy elég sokan elkezdtek a lábatokkal dobolni. Ennek a zenének az éltető elem a ritmus. Úgyhogy azok is, akik most nem vállalkoztak szólóra és játékra, nagyon szeretném, hogyha megpróbálnának valamit hozzátapsolni. Képzeljünk el egyenletesen lüktető nyolcadokat az előző muzsikához, amit együtt improvizáltunk. Tapsoljunk egyszerre, jó? Egy, két, egy, két, há. Ez elég unalmasan hangzik. Próbáljuk meg valahogy izgalmasabbá tenni. Mit javasolnál nekünk? Tegyünk a nyolcadokra különböző helyekre hangsúlyt, sőt, hogyha ezt kétféleképpen csinálnánk, két csoport csinálnánk, akkor még izgalmasabb lenne. Az első négy nyolcadnak az első nyolcadára tegyünk egy hangsúlyt, és a másodiknak pedig a harmadik nyolcadára, a második csoport pedig a negyedik és a második nyolcadra. Akkor menjünk gyorsan oda, te az első csoportnak mutasd meg, én meg a másodikkal próbálom együtt tapsolni a dolgokat. Lássuk csak. Tehát. Egy, két, hár, négy, egy, két, hár, egy, két, hár, négy. Akkor most mi jön? Egy, két, hár, négy, egy, két, hár, négy, egy, két, hár, négy, egy, két, hár, négy, egy, két, hár, négy. Erre gondoltál? Igen, hát ez végül is itt egész jól összejött, és kijöttek a hangsúlyok is. De persze, hát ez egy egyszerű kis hangsúlyjáték volt gyakorlatocska. Ennél a jazz jóval komplikáltabb és bonyolultabb hangsúlyokat és ritmusokat is ismer. Ráadásul a dobnak a különböző részein például dobos egy időben többféle ritmust is tud játszani. Ezt hívják függetlenítésnek, és megkérjük Kőszeg Imrét, hogy játsszon nekünk ilyen ritmusokat. Nehéz volt belehallani az egyenletes nyolcad lüktetést, különösen azok után, amit az előbb elpróbáltunk. Hát gondolok itt arra, hogy például az első a swinget, amit hát ha leírunk, és megpróbálunk eltapsolni, az majdnem olyan lesz, mint egy induló pam, pam, papam, pam, papam. Ezt már másképp játssza egy dobos, sokkal lazában, inkább triolással, már egy jazz dobos. És ugyanez a szinkópákra, amiket lerajzoltunk, gondolom ugyanúgy érvényes, úgyhogy ezek az átkötésekkel és ezzel a triolás lüktetéssel szinte felismerhetetlenné válnak. Ezért lehet az, hogy közülünk valaki azt mondta, hogy a jazznek nincs ritmusa, mert nem hallja benne a lüktetést. Mit tudná javasolni annak, aki hát nem hallgatott még ilyen zenét, mire figyeljen? Én azt tudnám javasolni, most esetleg be is tudnánk mutatni, ha a zongora és a basszus talán játszon egy osztinátot, tehát egy egyforma ütemet, és én először megpróbálom velük játszani, szintén csak ezt az osztinátot, és utána megpróbálom ezt a függetlenítést, tehát ezt a szabadabb dobolást bemutatni. Tehát ritmusokat variálsz arra az alapritmusra, igen, amiket meghallgatunk. Igen. És akkor talán a gyerekek jobban érzik a összetett ritmust. Hát kíváncsian várjuk.
Próbáljunk meg egy másik játékot, hogy ugyanezt a ritmust most teljesen szárazon játszod, és most például csak a gitár improvizáljon. Tehát figyeljük meg, hogy az alapritmushoz képest a szólóhangszer hogyan variál, ritmikailag is. Jó? Próbáljunk meg talán egy ilyen oszcinátot. Egy, két, egy, két, hárni. Megpróbálnánk most egy olyan játékot, hogy arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen elképzelhető egy olyasfajta játék is, hogy ezt az alapritmust senki nem játssza a zenekarból, mégis ott lüktet. Hogy a játék kedvéért most az osztinátot csak mi énekelnénk, és, illetve tapsolnánk, és a zenekar ezt körül játszana. Tehát most már senki nem játszana a zenekarból, csak mi próbálnánk ezt az alapritmust. Segítségül először mutassad meg, és az alaphangot is add meg, és attól kezdve már csak mi énekeljük, ti pedig köré díszítitek köré.